Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvérek, drága barátaim. Hát ebben a formában egy kicsit régen találkoztunk, de öröm újra látni benneteket. Jó, hogy újból együtt vagyunk itt Újfehértón. Nem is gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk. Jó, hogy ez így van. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy néha bizonyos helyek meghatározzák a mi sorsunkat. Vannak olyan helyek, amiket a szívünkbe zárunk, ahová szeretünk visszatérni, mert valami nagyon fontos dolog kapcsol oda minket. Ezen a nyáron nekünk volt egy ilyen alkalmunk a feleségemmel. 30. éve vagyunk házasok, és elmentünk arra a helyre, ahol 30 évvel ezelőtt Nászúton voltunk. Mondanom se kell, hogy sok minden megváltozott ott azóta, de mégis jó volt és örömteli volt felismerni bizonyos helyeket. A szemem előtt van egy fénykép, egy érdekes fénykép, mert elől állok és Márti áll mögöttem, nagyon fiatalok vagyunk, és egy ilyen faluháznak a bejárata ez, fából készült lépcső és egy ilyen szépen kialakított hely. És amikor oda mentünk, ez Velemben van, nem messze Bozsoktól, Bozsok és Velem pedig Kőszeghez van a legközelebb, 10 kilométerre, és a legközelebbi város még, ami szintén ott van, ami elég szép hely, az Szombathely. Tehát ott voltunk Velemben, és lefényképezkedtünk ott újból, megcsináltuk az ottani fényképet, mert valahogy, ha valami szép emlék fűz egy helyhez, akkor az a hely fontossá válik neked. Nem tudom, hogy van-e ilyen hely az életetekben. Aztán vannak olyan pillanatok, vagy olyan nehéz helyzetek az életben, amikor bizonyos helyek megváltoznak, vagy eltűnnek az életünkből. Felnőttél valahol, egy házban, gyerek voltál, és hát eljutunk abba a korba, amiben most én is vagyok, ez nem mindig történik meg, de hogy azok a helyek, vagy a szülői ház egyszer csak eltűnik. Felújítják, átalakítják, valaki más megveszi. Onnantól kezdve már nem az a hely. Mégis a helyek, a különböző helyek az életünkben sok mindent jelenthetnek. Kötnek bennünket a szeretethez, kötnek bennünket az életünk változásához, jó és rossz dolgokhoz. A Bibliában van egy hely az Ószövetségben, aminek már a nevének a jelentése is fantasztikus. Ennek a városnak a nevének a jelentése, és lehet, hogy ha elmondom magyarul, hogy mit jelent, fogjátok is legalább egy páran tudni, Istennek háza, a mennynek kapuja. Már mondják mögöttem, hogy Bétel. Így van. Istennek háza, a mennynek kapuja. Én azt gondolom, hogy a hívő ember, amikor elindul azon az úton, amelyet Jézus Krisztussal jár, valahol mindig egy ilyen helyre vágyik, nem? Egy olyan helyet szeretnék, ami az Istennek a háza, ami az Istennek a kapuja. Ez az a hely, ahova, hogyha belépek, akkor ott találkozhatok Istennel. Ez az a hely, amire vágyunk. Néha látom a Facebookos megosztásokon is, van egy, biztos láttatok már ilyet, van egy keresztények által közkedvelt kép, gyakorlatilag a felhőkben kinyílik egy kapu. Láttátok már ezt? És a felhők fölé, tehát a felhőkhöz egy lépcső vezet föl ehhez a kapuhoz. Tehát általában érdekes dolog, hogy egyébként nem csak keresztényeknél, hanem ezoterikus gondolkodóknál is látom ennek a képnek a megosztását, csak ott esetleg virágokból nyúlik föl a lépcső egészen odáig, ahol a menny kapuja kinyílik. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak a keresztény embereknek a vágya, hanem minden embernek a vágya, hogy valahol létezik egy kapu egy jogvilágban, nem? Valahol létezik egy hely, ahova, ha eljutok, ahová, hogyha belépek,
akkor ott minden rossz megváltozik, és jó dolgok fognak ott elkezdődni, valami új, valami szép, valami örömteli, és hogy egy ilyen helynek léteznie kell. Az Isten háza a mennynek a kapuja. Bizonyára emlékeztek arra, hogy kiadta ezt a nevet ennek a helynek. Úgy hívták ezt a fiatal embert, hogy Jákob. És van egy különleges történet arról, hogy miért adta ezt a helyet, ennek a helynek a Bétel nevet, ezt a nevet, hogy az Isten háza a menny kapuja, mert látta, hogy az. Az álmában, amikor menekült a testvére elől, akkor egyszer csak egy csodálatos dolgot álmodott, elmúlt a rettegés, a félelem, ami benne élt a szívében, és azt látta, hogy ott, ahol ő alszik, miközben ő alszik, megnyílik az égnek a kapuja, igaz? És lépcsőkön jönnek lefelé és fölfelé az angyalok. Ezért adta neki Isten háza, a menny kapuja ezt a nevet. Különleges álom lehetett, egy különleges bizonyság, egy nagyon, nagyon mély és nagyon komoly megerősítés. Azt jelentette számára, hogy Isten vele van, és ő is Istennel együtt lehet. Mi is vágyunk erre az élményre, keresztényként szeretnék mindannyian az Isten gyermekei lenni, maradni, vele járni az életünket, és olyan jó lenne, hogyha mindig, hogyha bármi problémánk van, csak lenne egy ilyen lépcső, ahol fölmehetünk, bekopoghatunk az ajtón, és az kinyílna előttünk, igaz, és ott találkozhatnánk a mi drága megváltónkkal. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy mi kell annak történnie, hogy mi beléphessünk egy ilyen ajtón, hogy mi fölmenjünk egy ilyen lépcsőn. A legtöbb esetben ugye arra gondolunk, hogy ez nem máskor történhet meg, csak akkor, amikor Jézus Krisztus eljön. És van egy olyan élményünk, vagy van egy olyan ige ismeretünk Jelenések könyve alapján és más szövegek alapján, hogy hát ez azoknak adatik majd meg, akik tökéletesek lesznek. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor maga elé fogja állítani az övéit úgy, mint akiben semmi hiba nem lesz. Olyanok lesznek, akiknek a jellemük tiszta, nem lesz bennük bűn, nem lesz bennük semmi rossz, semmilyen gonoszság, hanem teljesen tökéletesek lesznek az Isten előtt. És ezért valahogy úgy gondoljuk ezt, hogy amikor az Isten országába jutunk, amikor az Isten kapuja kinyílik a mi számunkra, akkor már nem azok leszünk, akik most vagyunk. Hadd olvasok nektek néhány gondolatot. Mózes első könyve 35. fejezetéből való az a kis történet, amit én el szeretnék olvasni nektek. És akkor utána folytatnám tovább a gondolatokat. Ezután Isten szólt Jákobhoz. Kelj föl, menj fel Bételbe, és verj tábort. Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor bátyád Ézsau elől menekültél. Jákob ekkor megparancsolta a családjának és mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok el az idegen isteneket, a bálványait, amelyeket eddig magatoknál tartottatok. Tisztálkodjatok meg, és vegyetek föl tiszta ruhát. Azután menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott építeni az Istennek, aki meghallgatta és teljesítette az én kérésemet, amikor bajban voltam. Ő mindeddig velem volt, akármerre jártam. A táborban mindenki átadta Jákobnak a bálványokat és a füleikben viselt karikákat, ő pedig elásta azokat a hatalmas tölgyfa alá, amely Sikem közelében van. Majd elindultak, de senki sem üldözte Jákob fiait, mert a környező vidék lakói megrémültek és féltek Istentől. Jákob és egész tábora megérkezett a Kánaán földjén levő Bételbe, amelyet azelőtt Lúznak hívtak.
Ott Jákob oltárt épített, és elnevezte a helyet Él-Bételnek, mert ott jelentette ki magát Isten, amikor Jákob a bátyja elől menekült. Majd a 9. verstől folytatom tovább. Isten újra megjelent Jákobnak, és megáldotta őt Bételben, amikor Jákob hazafelé tartott Paddán Aramból. Azt mondta neki, téged Jákobnak hívnak, de ezentúl ne Jákob, hanem Izrael legyen a te neved. Így nevezte el őt Izraelnek. Azután Isten így folytatta, én vagyok a mindenható Isten. Megáldalak, hogy utódaid szaporodjanak és sokasodjanak, egy nemzet, sőt nemzetek gyülekezete származik majd te tőled, királyok is lesznek a te utódaid között, neked és utódodnak adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak ígértem. Azután Isten fölment attól a helytől, ahol Jákobbal beszélt, Jákob pedig ennek emlékére egy nagy emlékkövet állított föl, és arra italáldozatot és olívaolajat öntött. Azt a helyet elnevezte Bételnek, mert Isten ott beszélt vele. Hányszor volt Jákob Bételben? Legalább háromszor, nem? Ugye egyszer ott volt, akkor, amikor fiatalon menekült az ő testvére Ézsau elől. Aztán most ott van, akkor, amikor ugye ezt a történetet elkezdtük olvasni, Isten azt mondja, hogy menj el Bételbe, és készíts ott egy oltárt, mert szeretném, hogyha áldozatot hoznál, és Isten megáldja őt. És aztán visszatér oda, akkor, amikor Paddán Aramból jön, és akkor Isten még egyszer megerősíti a vele való szövetséget, vele való kapcsolatot. Legalább három olyan történet van csak Jákob kapcsán, Bétellel kapcsolatban, hogy Isten ott vele találkozott és megerősítette a vele való szövetséget. Ugyanott, mindig, ugyanazon a helyen. Ahova a legelső élmény kötötte, ahol legelőször tapasztalta meg az Isten kegyelmét. Szeretném, hogyha megnéztétek azt ezekben a történetekben, hogy van egy nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos tanulság. Ez a kegyelem tanulsága. Hogy Isten sohasem azért választja, vagy erősíti meg a szövetséget Jákobbal, mert Jákob megérdemli. Pedig mi nagyon sokszor így vagyunk vele, mi azt szeretnénk, hogyha amikor az Isten országába jutunk, akkor az azért legyen, mert tényleg már jó emberek vagyunk, olyanok, amilyeneknek lennünk kell. Mi úgy gondoljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk akkor a legjobb, hogyha mindent helyesen és mindent jól csinálunk. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk méltók arra, hogy az Isten megszólítson bennünket, hogyha nincsen bennünk hiba, ha nincsen bennünk semmi rossz dolog, ha éppen nem követtünk el bűnt, még valahol a keresztség után még az úrvacsorákat is azért szeretjük, mert valahol titkon, mélyen ott legbelül az ember reménykedik abba, hogyha eljutott majd abba a korba, hogy én azt szeretném, hogyha néhány nappal az úrvacsora után halnék meg, ha meg kell halni, igaz? Mert az is egy olyan pillanat, hogy úrvacsorát vettem, és Isten megint megtisztított engem, és akkor utána már nem nagyon követek el bűnt. Ezért alakult ki például a katolikus gondolkodásban az utolsó kenet, igaz? Mert hát az utolsó kenetet is, bár nem egy biblikus cselekedet, de azért veszi föl az ember, mert előtte meggyón, előtte elmondja Istennek a bűneit, és akkor megkönnyebbült a szíve, megkönnyebbült a lelke, és akkor nyugodtan meghalhat. Igaz? Mert valahogy az egész emberiségben, bennünkben, mindannyiunkban benne van az, hogy az Istennel való találkozást ki kell érdemelni, az Istennel való találkozást meg kell szolgálni, Istenhez akkor juthatunk, hogyha minden rendben van az életünkben, és ez nagyon-nagyon fontos. Megvan ennek is a helye ebben a történetben, amit elolvastam, ez is megvan. De szeretném elmondani nektek, hogy legalább két találkozás arról szól, hogy Jákob egyáltalán nem
érdemelte meg, hogy az Isten megszólította őt. Mi volt az első találkozáskor? Emlékeztek erre? Az első találkozáskor becsapta az apját, az anyja segítségével, megcsalta a testvérét az anyja segítségével, elvette a testvérétől az elsőszülöttségi jogot még korábban, most meg már az atyai áldást is, és gyakorlatilag a bűneinek a következtében a csaló mi volt a miatt menekül, hogy mentse az életét. És Isten hogyan válaszol egy csalónak? Hogyan válaszol egy olyan embernek, aki bár jót szeretne, de ezt a lehető legrosszabb módon óhajtja elérni, lopással, csalással, hazugsággal. Ugye emlékeztek, hogy Jákob mit csinált? Mivel a bátyja szőrös ember volt, ezért levágtak egy kecskét, és annak a szőrét rákötözte a karjára. Az apja már nem látott. Igaz, amikor bement az apjának a sátrába, és azt mondja az apja neki, hogy te vagy az fiam Ézsau, ő azt mondja, hogy én vagyok. Aztán az apja azt mondja neki, hogy várjál már egy kicsit, hát a hangod olyan, mintha Jákob hangja lenne, gyere már közelebb, hagyd tapogassalak meg. Tudta Jákob, hogy annyira nem tudja átváltoztatni a hangját, hogy becsapja az édesapját tökéletesen, de mivel nem látott, és ott volt a kezén a kecskeszőr, és Ézsau nagyon-nagyon szőrös ember volt, igaz, és megérintette a kecskeszőrt a fia karján, akkor azt hitte, hogy hát tényleg lehet megfázott a fiam, és azért nem olyan a hangja most, mint ahogy megszoktam. Igaz? De súlyos dolgot tett. Jó dolgot szeretett volna, mert tényleg ő volt a kiválasztott, őt hívta el Isten, de ő ezt hazugsággal, csalással akarta megszerezni. Hogyan viszonyulnátok egy ilyen helyzetben egy ilyen emberhez? Azt mondanátok neki, hogy jaj, de jó, igazad van, tényleg, jól csináltad, helyesen jártál el. Nem. Igaz, biztos azt mondanánk, hogy hát ez az ember tényleg nem méltó arra, hogy találkozzon az Istennel. És akkor ez a szerencsétlen menekül, mentve az életét valahol a pusztában 18 kilométerre Jeruzsálemtől egy kő lesz a párnája, lefekszik aludni, és lát egy olyan álmot, amit én még nem láttam. Egy olyan bizonyságot kap, amit én még soha nem kaptam. Igaz, azt látja, hogy megnyílik az égnek az ajtaja, egy lépcső ereszkedik le egészen odáig, ahol ő van, és az angyalok leföl járnak ott. És hallja az Isten hangját, aki azt mondja neki, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, én elkísérlek téged. Igaz? Milyen elképesztő dolog. Biztos tudjátok azt, nem kell ezt nekem mondani, hogy az embert a meg nem érdemelt szeretet változtatja meg. A szemed szemért, fogad fogért, amilyen a mosdó, olyan a törölköző, alapelve, az nem változtat rajtunk semmit. Nem visz közelebb bennünket egymáshoz, nem visz bennünket közelebb másokhoz. Lehet, hogy ez nagyon-nagyon igazságos, de a szívet nem töri meg. A mi szívünk csak akkor változik meg, amikor valami olyas valamit kapunk a másik embertől, amit nem érdemeltünk meg. Nem rossz értelemben, hanem pozitív értelemben. Igaz? Ez az, amit itt Isten megmutat. Nem azért szeretlek téged, mert ilyen okos, ügyes, csaló ember vagy, igaz, hanem annak ellenére szeretlek téged, és veled leszek. És hát itt van ez a második alkalom, amire emlékezzünk a 35. fejezetből. Ugye úgy kezdődik a történet, hogy ezután Isten szólt Jákobhoz. Tudjátok, hogy mi volt ez az ezután? Milyen esemény előzi meg Jákobval és családjával való szövetségkötést? Vajon mi késztette Istent arra, hogy most Jákobot és családját még egyszer megáldja, és azt mondja neki, hogy megsokosítom a te magodat, áldás leszel ennek a földnek, királyok fognak származni tőled, stb. Hogy milyen esemény volt ez előtt közvetlenül, amit átél Jákob és a családja? Egy rettenetes, borzasztó történetet olvasunk ezelőtt, az esemény előtt.
Úgy hívják ezt a történetet, az a címe lehetne, hogy a sikemi vagy szikemi mészárlás. Emlékszeltek erről a történetre, hogy ez mi volt? Ugye a sikemiek barátkozni akartak Izrael gyermekeivel, nem jól indult a kapcsolatuk. Ugye Jákobnak nem csak fiai voltak, hanem volt egy lánya is, Dina. Szép lány volt. És hát ahogy ott éltek Sikem mellett, mert mindig legeltettek, és azért mindig vándoroltak, és abban az időben épp Sikem mellett telepedtek le, hát a Sikem városának, a királyának, ugye város országok voltak akkor, vagy városi királyok voltak akkor, hát ennek a királynak, a fiának megtetszett a Dina. És hát nem tudott uralkodni túlzottan az érzelmein, elrabolta őt. Valahogy érezte, valahogy tudta, hogy a két közösség annyira nem jön ki egymással, ha szépen oda menne is elkérné feleségül, valószínűleg nem adnák neki oda. Nem tudom, hogy nálatok volt-e már hasonló eset. Nem tudom, hogy látjátok-e azt néha, hogy mások hogyan gondolnak ránk adventistákra. Nekem eléggé nagy gombóc volt a torkomban, amikor Mártinak kezdtem udvarolni. Mikor azt mondták nekem, hogy hát Márti egy nagyon rendes lány, csak hívő. Na, ugye mit csinálsz akkor, ha egy hívő lány tetszik neked, de te meg nem vagy az? Igaz? Hogy fogsz kijönni vele, nem? Hogy fogsz kapcsolatba kerülni? Szót tudtok érteni egymással? Nem lesz akadálya a hit annak, hogy a szerelem kivirágozzon? El lehet venni valakit feleségül, akit esetleg nem neked szántak, mert te lennél az utolsó, akinek adnák? Igaz? Ráadásul még a hívőknek van is ez a bizonysága. A Bibliában ott van, hogy miközben hívőnek hitetlenhez. Igaz? És ezzel meg kell küzdeni, akár akarod, akár nem. El tudjuk képzelni, bele tudjuk érezni magunkat ennek a sikemi fiúnak a dilemmájába. Nem értünk egyet vele, hogy elrabolt a Dinát, de meg tudjuk érteni, hogy miért tette. Igaz? Tehát túlzottan vágyakozott, és mindenképp ezt szerette volna. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy ráadásul ez nem csak egy szokványos vágy volt, nem csak arról szólt, hogy megtetszett neki egy lány, mint hogy egy férfinak megtetszik sok lány, hanem azt olvassuk, hogy miután elrabolta, bele is szeretett. Nem csak arról szólt a dolog, hogy mint férfi kedvel egy nőt, hanem arról szólt a dolog, hogy tényleg egy életre megszerette ezt a lányt. És hatalmas áldozatra volt képes ezért. Szemébe nézett annak az embernek, akitől elrabolta a lányát. Oda ment az egész háza népével, az apjával és mindenkivel, és bocsánatot kért ezért a rablásért. Őszintén elmondta, hogy nagyon szeretem a lányodat. Őszintén elmondta, hogy a teljes békességre szeretnék törekedni, és mindenre hajlandó vagyok, hogy ezt a rosszul induló kapcsolatot valahogy jó mederbe tereljük. És akkor Jákob és a fiai azt mondták neki, hogy oké, egy feltétellel mehet ez. Nektek is szövetséget kell kötni azzal az Istennel, akivel mi szövetségesek vagyunk. Mert hogyha azzal az Istennel ti is szövetségesek lesztek, és mi is szövetségesek leszünk, akkor minden rendben lesz. Akkor testvérnép leszünk, és akkor a lányom élhet veled, és te élhetsz a lányommal. Abban az időben ennek a szövetségkötésnek egy másik módja volt, mint ma. Ma a szövetségkötésnek a jelképe, szimbóluma a keresztség. Igaz? Ha szeretnél az Istennel járni, ha szeretnél elkötelezett lenni az Isten mellett, akkor ha szövetséget akarsz kötni vele, akkor ezt azáltal fejezed ki, hogy megkeresztelkedsz. Alámerítenek, hogy meghallja bűnnek, és fölhoznak a víz alól téged, hogy föltámadj egy
új életre. Ez egy csodálatos élmény, egy csodálatos alkalom. Abban az időben ez sokkal fájdalmasabb volt, főleg a felnőtt férfiaknak. Megoldották ezt korán, gyermekkorban, ugye mózesi törvényekben is benne van ez majd később, 8. napon minden fiú gyermeket körülmetéltek, csodálatos az Isten ajándéka, 8. napon a születés után vagyunk a legkevésbé vérzékenyek, kisbabák vagyunk, férfiak, nem emlékszünk rá. Igaz? Ez jó. De a felnőtteknél nem így volt. Hogyha egy felnőtt embert körülmetéltek abban a korban, az néhány napra rá súlyos lázat jelentett, és nagy gyengeséget. De Szikem királyfia az összes férfival együtt, katonákkal, apjával, mindenkivel együtt vállalják ezt a kockázatot. Azért, mert ennyire akarta, hogy jó kapcsolat legyen közte és a leendő apósa között. Azért, mert ennyire komolyan gondolta azt, hogy tényleg szereti azt a lányt. Hajlandó volt ennek az áldozatnak a meghozatalára. És a 2. nap, amikor már legyengültek a láztól, akkor Jákob fiai, a testvérek betörtek a városba karddal, és megöltek ott minden férfit, akit csak találtak. Amikor azok nem bírták felfogni a fegyvert, amikor azok nem bírtak fölkelni az ágyból, hogy védekezzenek, bosszúból, haragból, utálatból, gyűlöletből, mert azt gondolták, hogy ezek az emberek nem méltók hozzánk, mert ezeknek az embereknek nincs helye a mi életünkben. Becsapták őket, és lemészárolták azokat a férfiakat, akik ott éltek. Ez előzi meg azt a történetet, hogy ezután Isten azt mondta Jákobhoz, hogy kelj föl, menj fel Bételbe, és verj ott tábort, építs ott nekem oltárt. És Isten megerősítette vele a szövetséget. Ti megtettétek volna az Isten helyében? Egyszerűen megdöbbentő, nem? Egyszerűen felháborító, hogy lehetséges ez. Nem Isten mondta nekik, hogy menjetek oda és öljétek meg ennek a városnak a lakóit. Az igaz, hogy Isten Kánaán földjét és a kánaáni népeket már egy ideje nem kedvelte. Igaz, hogy már kimondta fölöttük az ítéletet, még Ábrahámnak, mert amikor Ábrahámot elhívta, azt mondta, hogy gyere, megmutatom neked azt a földet, amit neked fogok adni. Amikor vándorolt a pusztában, egyértelművé tette Isten Ábrahámnak és gyermekeinek azt, hogy ez a föld majd az övék lesz, és nem marad semmilyen nép sem azon a földön, akik jelen pillanatban ott élnek. És elmondta Isten, hogy miért? Azt mondta, hogy azért, mert ezek a népek gonoszak. Elmondta Isten, hogy azért, mert ezek a népek istentelenek, azért, mert ezek a népek sokszor tesznek olyat, amit én soha nem tennék, gyermekáldozatokat mutatnak be az isteneiknek, parázna életet élnek, bűnös életet élnek, mindent elmondott. De soha nem mondta Isten egészen eddig, meg még ekkor sem, Izrael gyermekeinek azt, hogy hajtsátok végre az ítéletet fölöttük. Ha ismeritek az Izrael történetét, akkor tudjátok, hogy Jákob és fiai ezután még elkerülnek majd József idejében Egyiptomba. Tudjátok azt, hogy még ott több száz évig lesznek Egyiptomban. Tudjátok, hogy még rabszolgák lesznek. Egészen addig, amíg azt nem mondja Isten, hogy most tedd be a kánaáni népeknek a gonoszsága. De ők mielőtt az Isten elkezdte volna az ítéletet, mielőtt az Isten azt mondta volna, hogy ezek a népek már elvesztek, és most már nincs tovább a számukra hely, ők mégis ítélettel fordultak ezek felé, az emberek felé. Már akkor lemondtak róluk, már akkor gonoszul cselekedtek velük, és ítélkeztek fölöttük, amikor az Isten még kegyelmet gyakorolt e fölött a nép fölött, vagy ezek fölött a népek fölött. Csak egy kis párhuzamot szeretnék hozni. Vajon hogyan gondolkodik Isten rólunk, hívő emberekről, amikor
mi kapcsolatba kerülünk olyan emberekkel, akik nem úgy hisznek, mint mi. És azt gondoljuk, hogy hát mi azért jobbak, különbek vagyunk, mint ők. Hogyan gondol ránk Isten, amikor mi megítélünk másokat, akik körülöttünk élnek? És esetleg az jut az eszünkbe, hogy hát lehet, hogy én ott leszek az Isten országában, de ez biztos nem. Igaz? És főleg esetleg akkor teszem ezt, okkal teszem ezt, amikor valami hasonlót tesz, mint ez a szikemi királyfi, hogy elrabolja a lányomat, igaz? Mert még ez is előfordulhat, igaz? Hogy valaki elrabolja a lányomnak a szívét, aki nem hívő. Igaz? És akkor én úgy gondolok rá, hogy hát ezért bosszút kéne állnom rajta. Tudjátok, van egy, nem mondom el nektek névvel, mert lehet, hogy fölismernétek a történetet, mai napig élő emberekről van szó. Van egy olyan házaspár, akiket én nagyon régóta ismerek, fiatalkoromtól kezdve. Egyikőjük adventista, a másikójuk nem. És az édesapa elég komoly befolyással bíró személy volt, ő már nem él a közösségen belül. Az első perctől úgy állt ehhez a fiatalemberhez, hogy ellenség. Mert nem volt adventista, nem volt hívő ember. Pedig elkezdett járni a gyülekezetbe, amikor a lányának udvarolt, hallgatta az Isten tiszteleteket, és volt is hajlandósága, érdekelte is a dolog. De mivel a családtól folyamatosan azt kapta, hogy te ellenség vagy, főleg az édesapától, ezért a mai napig is ez a család kétfelé húz. Kétfelé nevelték a gyerekeiket, és úgy is maradtak. És végig szenvedik az életüket a hitbeli különbségek miatt. Nagyon sok múlik azon, hogy mi hogyan viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akik nem hívők, vagy nem úgy hisznek, mint amik mi. Mi, akik azt gondoljuk, hogy az utolsó ítélet ideje alatt élünk, mi, akik úgy gondolkodunk, hogy Jézus Krisztus eljövetele már nagyon hamar van, és nem hamarosan megtörténhet. Soha nem szabad úgy gondolnunk, úgy gondolkodnunk másokkal kapcsolatban, akik nem úgy hisznek, mint mi, hogy ők már is elveszettek. Ők már olyanok, akikről nekünk le kell mondanunk. Ez egy súlyos bűn. Ez történik meg itt is sokkal vadabb formában. És annak ellenére, hogy azt olvassuk ebben a történetben, hogy ezt a súlyos bűnt elkövetik Jákob fiai. Mi az, amit Isten mond nekik? Hogy én ezután nem tárgyalok veletek? Nem. Mert a rosszat nem lehet meggyőzni, csak a jóval. A rossz dolgokat nem lehet megváltoztatni, csak szeretettel. Ahogy Jákob nem érdemelte meg azt, hogy lássa az Isten kapuját, az Isten házát, a menny kapuját, ugyanúgy Jákob fiai sem érdemlik meg azt az áldást, amit itt ebben a történetben elolvastam nektek, hogy Isten megáldotta őket, az utódaikat, azt mondta, hogy királyok származnak tőletek. Semmit nem érdemelnek meg ebből az áldásból, amit kapnak. Nem szolgáltak rá erre. De pontosan ez az, ami megváltoztatja az emberek szívét és az emberek lelkét. A meg nem érdemelt szeretet. Isten szeretettel fordul ehhez a néphez, ehhez a családhoz. De valaminek azért meg kell történnie. Még akkor is, hogyha ezek az emberek ilyen kemények és ilyen szörnyű dolgokat tettek. Azt olvassuk, hogy Jákob odafordult a családjához, és azt mondta, megparancsolta a családjának, hogy távolítsátok el a magatoknál tartott bálványaitokat, és tisztálkodjatok meg, vegyetek tiszta ruhát, és azután menjünk föl Bételbe. A változás azzal kezdődik, hogy valami csodálatos dolgot tesz, értünk Isten. Kegyelmet gyakorol, mert nem érdemeljük meg az ő jóságát. De a változáshoz hozzátartozik az, hogy szembe kell néznünk azzal, amit tettünk. És döntést kell hoznunk.
Döntést kell hoznunk, mert az áldás csak ekkor lesz a miénk. Ezekben a tettekben, ezekben a cselekedetekben, amelyet itt elolvastunk, a következő döntések vannak jelen. Először is teljes egészében el kell köteleződni az Isten mellett. Ezt jelenti az, hogy el kellett fordulni a bálványoktól. Ezért hozták oda az ékszereket, a bálványszobrokat, adták oda Jákobnak. Jákob összegyűjtötte ezeket, és elásta a cserfa alatt. A Biblia azt mondja, ott van mind a mai napig. Nem baj, majd egyszer elmegyek, és kiásom. Eladom valamelyik múzeumnak, és biztos jó pénzem lesz pedig. Nem így van. Ki tudja, melyik volt az a cserfa, ma már nincs, nem találnánk meg valószínűleg. De értitek, ugye? Teljes elköteleződés. Isten szeret engem, Isten kegyelmet gyakorol engem, gyakorol rajtam, de nekem is el kell köteleződnöm cserébe az Isten mellett. Ez az első. Ahogy Isten engem választ, nekem is őt kell választanom. A második dolog, mosakodjatok meg. Hogyha Isten elé megyünk, akkor nem lehetünk piszkosak. Igaz? Megmosakodni, ez egy szimbolikus cselekedet volt ott, akkor, abban az időben is. A bűn levetését jelentette. Szembenézést önmagammal. Megértenem azt, hogy bár az Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, és a bűnösségem ellenére, az a bűn, ami bennem van, az a bűn, ami ott van az életemben, az nem helyén való, attól meg kell tisztulnom. És ugye mindannyian tudjuk, hogy ettől csak Krisztus vére, Krisztus áldozata tud megtisztítani bennünket. És a harmadik dolog, föl kell öltöznöm új ruhába. Igaz? Amikor a keresztség volt, keresztség van, ugye mindig, akik megkeresztelkednek, hófehér ruhát vesznek föl. Igaz? Ez egy csodálatos alkalom, egy rendkívüli alkalom. Szimbólum, jelkép. Az új ruha jelenti az új jellemet, az új gondolkodásmódot, az új embert, hogy megváltoztam, hogy nem vagyok már az, aki voltam. Istennek mindig szüksége van arra, hogy az ember átélje ezt, és megtapasztalja, és megfogadja, és végig menjen ezen az úton, akár minden nap. Drága testvéreim, arra hívlak én ma délelőtt benneteket. Nézzünk szembe saját magunkkal. Megérdemeljük azt, ahogy szeret bennünket az Isten? Nem. Ennek ellenére mégis szeret bennünket az Isten? Igen. Eljuthatnánk az Isten országába? Kinyílhatna előttünk az ajtó? Úgy, ahogy most vagyunk? Nem. Isten mégis eljön hozzánk, és kinyitja az ajtót? Igen. Igaz? Akkor csak egy dolgot szeretne, hogyha látja az ember, hogy milyen jó hozzá az Isten, kötelezze el magát az Úr előtt. Adja át a szívét Istennek. Lássa be a hibáiról azt, hogy azok hibák, és engedje, hogy az Isten megtisztítsa őt. Hányszor kell lesz megtenni? Egyszer a keresztség előtt? Nem. A Biblia azt mondja, hogy minden nap szánjuk oda magunkat az Istennek. Kedves áldozatul. És akkor az Isten áldásai, ahogy Jákobbal és gyermekeivel voltak, ugyanúgy velünk is lesznek. Ámen.